sportosat. Híradónk vendége Feketéni Vakler Katalin távlovas tréner. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Voltál már itt egyszer itt a kedves lányoddal. Igen, Patriciával. Így van. És egyes hírek szerint még mindig lovagolsz. Igen, még mindig. Igen. Annyira, hogyha jól tudom, 2020-as Mohamed kupára is menni fogsz? Igen, van. Tehát, igen. Tehát két lovunkat, mind a két lovunkat meghívták és kiválasztották, a Patriciáit is és az enyémet is. Igen. Én csodálkoztam, hogy engem választottak ki, mert én csak tartaléklovas voltam. De az araboknál sose lehet tudni, hogy éppen mikor kiválasztanak. Ha jól értem, azért vagy kiválasztva, mert neked ott el is kell indulni. Igen, el is kell indulni. Ezt tegyük hozzám, ugye említetted, hogy tartalékként voltál. Igen, igen. De mész. És akkor mész? Elfogad? Igen, tehát elfogadták a három magyar nevezett lóból, többek között az én nevezésemet is elfogadták. Most őszintén örültél neki, vagy egy kicsikét bosszantott, pedig lehet, hogy nem, jól lett volna kihagyni. Igazából ilyen ambivalens érzések vannak ilyenkor az emberben, tehát nagyon örül, hogy igen, díjazták a munkáját, tréningezett, versenyzett egy olyan lóval, ami megtetszett az araboknak, hiszen eléggé szigorú kritériumok vannak. Viszont mivel nem először vagyunk ott, tudjuk, hogy ez mivel jár. Tehát, hogy azért ez egy kívülállónak nagyon tetszhet, és esetleg irigységet kelthet, hogy dubajozik az ember, de azért ez egy rendkívül kemény munka, felkészülést igényel, és ott is, gyakorlatilag mikor nem nyaralunk. 2020? Január 4-én van a verseny. Tehát mindjárt. Igen. Na most éppen ezért erre hogyan tudtok felkészülni? Mert olyan sok időtök nem volt, hogy... Igen, tehát ez a másik, hogy mivel nekünk ott kín elég sok barátunk van, és célunk az, hogy vagy itt januárban, vagy esetleg márciusban, vagy ha éppen nincsen olyan lovunk, akkor máskor ugye kimenjünk és meglátogassuk őket. Erre igazából egész szezonban tudatosan készülünk. Tehát... mint már említettem, ugye nem először jönnek ilyen meghívók, tehát az ember tisztában van vele, hogy mik a kritériumok, milyen lovat látnak ott szívesen. Már igazából arra is rájöttünk, hogy igazából nem is a lovas a lényeg az araboknak, hanem a ló. Jó, igen. Akkor, beszéljünk erről a lóról, ami tetszett nekik, aminek éppen te fogsz a hátán ülni. Ő egy sági arab herélt, sági a solymásznak hívják, 2011-ben született, tehát egy fiatal ló, ugye ez is kritérium, hogy nem lehet 10 évnél idősebb a ló. Mert ezt lehet jobban eladni, hogyha jó szerepel. Vagy igen, abban van a remény, a jövő még. Igen, igen. Tehát abban van a jövő. Igen, valószínű. Tehát ez az arabok nem nagyon szórják csak úgy igen. Szerelemből az ember két szemére a pénzt. Ez ő nekik üzlet. Tehát ők oda hívják azokat a lovakat, akik az egész világon 2019-ben, illetve hát ugye 24 hónapos periódus van. Jó, ezt a solymászt hol látták alattad? Éppen a solymászt alattam speciál nem látták, mert ezzel a lóval nem én versenyeztem. Aha. Én vagyok a tulajdonosa, én vagyok a trénere, de igazából versenyen ezen a solymászon én még sose ültem. Ki ült rajta? Először a Tóth József kezdte, aztán az első 160 kilométer után megvásároltuk a lovat, így került a mi istálunkba. Mivel ez egy eléggé nagy darab ló, tehát egy erős ló. Akkor kényelmes is, nem? Igen, tehát kifejezetten kényelmes is. És nekünk volt egy fizetett lovasunk, aki... megfelelő testalkattal rendelkezett, tehát igazából
mivel hölgy nem szeretné egy hölgy súlyáról beszélni, tehát inkább ő az erősebb lovakat kapta tréningbe, aztán ő is versenyzett vele. Azt utána egy kínai lovas alatt futott jól, igazából azt hiszem, hogy a két eredménye miatt hívták meg ezt a lovat. Uh-huh. Az egyik 160 kilométer, amit még anno a Tóth József ment vele, az volt egy 160 kilométer, illetve a másikat egy kínai lovas alatt teljesítette Samorinba, és valószínű, hogy ez volt a fontosabbik eredmény, hiszen kitétel az, hogy a lónak top 10-be kell végeznie, és itt ezen a versenyen ez a ló harmadik lett. Tehát valószínű, igen, hogy ezek a kritériumok, hogy volt neki, annak ellenére, hogy még ugye csak 8 éves, volt neki két darab 160-a, és az egyik 160-ába benne volt a top 10-ben. Ezek az eredmények. És most idén futott ezt? Nem, mivel mondtam, hogy 24 hónapos, igen, a periódus. Azért, igen. Az első 160-át az tavaly futotta, a második 160-át idén futotta. És te ezzel magyar bajnokságon nem indultál? Nem. Nem, ezzel a magyar bajnokságban anno a Tóth József versenyzett. És idén? Idén nem, idén csak nemzetközi zett ez a ló. De miért? Hát, nem akartátok megnyerni fölényesen a magyar bajnokságot? Nem, idén a mi csapatunk magyar versenyeken szinte kizárólag csak fiatal lovakkal indult, illetve néha egy-egy ilyen úgynevezett nagypályás lóval edzés céljából mentünk el, illetve fiatal versenyzőt indítottunk, minősítettünk, tanítottunk, igen, még nem minősítettük, mert még nincs olyan korba, hogy számítanának a minősítés, inkább tanítottuk, felkészítettük a jövőre. Az összes lovunkkal amúgy nemzetközi versenyen indultunk, és ezért idén a magyar bajnokság egy kicsit háttérbe szorult. Tehát szinte, igen. Tehát, indultál itthon magyar bajnokságon? Indultam, igen, többek között Józsikával, aki itt a beszélgetésre szóba került, akkor indultam rövid távon egy fiatal, 5 éves, nagyon ígéretes telivérrel is. Józsika, nem is tudom. Ugye Józsikával többször neki futottam, mert mindig volt neki valami problémája. Akkor, hát tényleg most nem tudom felsorolni, hogy... Akkor azt mondod, hogy végülis akkor ti mire helyezitek a hangsúlyt? Most nekem ebből az jön le, hogy inkább a nemzetközi versenyekre? Igen, tehát úgy alakult, igen, hogy idén a nemzetközi versenyeken kezdtünk Portugáliába idén, vagyis hát Dubajba, igen, Dubajba kezdtünk, ott indultunk nemzeti versenyen is, nemzetközi versenyen is, aztán jártunk Portugáliába, Argentínába. Idén mi volt Szamarinba? A legjobb eredményed? Az én legjobb eredményem? Legjobb eredményem? Ez kár, nem készültem fel annyi lovat. Hát a legjobb eredményem? Mint mondtam, inkább trénerként alkottam. Idén 9 darab 160 kilométert fejeztek be azok a lovak, amiket én edzettem, és hát a csapatunkkal, inkább azt mondom, hogy az én irányításom alatt, az én edzéstervem alapján a csapat közösen felkészített, a csapat másik tagja, a férjem Fekete Robert összeállította az úgynevezett crewing csapatot, crewing autókat, és... Tehát akkor te tréningben vagy profi? Én inkább tréningben. Tehát ha most segő a rablovamat most teszem fel, odaadom neked, hogy ezt... Tréningben, és 160 kilométert bírjon. Igen. Meg tudnád oldani? Hát, hogyha a lóba benne van a 160 kilométer, akkor elképzelhető. Mennyi idő alatt? Hát, attól függ, mennyi nyers ló. Igen. Tehát, hát amíg nem versenyzett. Tehát ami még nem versenyzett. Hát eleve egy év kell ahhoz, hogy leminősítsük a lovat, ugye? Az már úgy megmutatja, hogy mi van benne.
körülbelül igen. Tehát kell egy év ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy most 160-ra jó, nem csak jó? Az, hogy el kell, hogy döntenem, hanem addig nem vihetem nemzetközi az versenyre okay, a lovat. Az oké, okay, csak ugye... Nem, ahhoz, hogy a 160 benne van, ahhoz még kell egy év. Tehát minimum 2 év kell ahhoz. Hogy ezt el tud dönteni, hogy ez a ló milyen távon lesz jó, a jó igen, ez egyáltalán. Körülbelül, igen. Igen. Tehát két év az úgy nagyjából megmutatja. Ez egy kemény akkor tréning munka. Ez egy nagyon ez nem egyik pillanatra a másikra, nem. Csak ennyi, hogy csettintek egyet, és akkor... Igen, ez egy nagyon kemény és folyamatos tréning munka. És utána, amikor még amikor aztán eljutott a ló arra az úgynevezett nagypályára, akkor jön ez, hogy inkább csak azokra koncentrál az ember, mert már vigyáz rá. Tehát akkor már tényleg nagyon kell vigyázni a lóra. Tehát akkor ma olyan nagyon sok kilométer benne van. Hogy ne veszem kárba. Igen, tehát olyan sok kilométer és munka és minden benne van, hogy már nagyon kell rá vigyázni. Tehát megfontolja az ember, hogy milyen versenyen indítja, mikor, hosszabb távra viszem el, tehát úgy értem a hosszabb távot, hogy sokat utaztatom el a lovat, vagy inkább kevesebbet utaztatom, és közelebbi versenyeken. Mi például nagyon, nagyon szeretjük és preferáljuk Szamorint. Uh-huh. Közel van hozzánk, nem stresszes a lovat oda juttatni, de elhúztuk őket Olaszországba hány is. Hány lovat szoktatok így kapni egyébként? Kaptok így lovat, hogy készítsétek fel nekik? Igen. Aha. Kapunk lovat, de meg kell, hogy mondjam, Magyarországról egyetlen egy lovat nem kaptunk. Uh-huh. Senki nem profita a saját hazájában. Két év mire eldől az, hogy egyáltalán mire jó, hát akkor igazuk van az araboknak, hogy én már kész bizonyított lovat fogok megvenni. Akkor azon már nincs gond, azt már csak ki kell használnom tulajdonképpen. Igen, de az az érdekes, hogy például a kapott lovak közül nem egy emirátusi tulajdonú áll az istálomban. Azért nem csak kész lovat vásárolnak, hanem ők is megveszik a fiatal lovat. De egyszerűbb azért megvenni már kész lovat. Ez nem egészen nem? Így van, na. Nem. Például ugye egy másik megbízónk, tehát hogyha már erre terelődött a szó, vannak olyan megbízóink, akik a kész lovat vásárolták meg. Sokszor úgy vásároltunk lovat nekik, hogy láttunk két fotót, egy kis videót, és az eredmény listáját a lónak, megkaptuk a 70 röntgent róluk, fülétől a farkáig, megérkeztek a lovak, és azt utána kezdődnek a problémák. Nem eszik, nem iszik, idegbeteg, nincs jó belovagolva. Azért volt ilyen gyors, mert kezelhetetlen, és akkor ebből kell építkezni. Ez még rosszabb. Inkább egy ilyesmi, mint egy elrontott ló. Igen. Hát igen. Akkor nagyon nem is tudsz, vagy tudsz azért véleményt formálni arra, hogy milyen volt a 2019-es magyar távlovas országos bajnokság? Mivel tehát szinte majdnem mindegyik fordulón ott voltunk. Tehát az, hogy most nem voltunk, vagy nem voltam, de hát én mindig... Nyerekben, de ott volt. Igazából mindig többes számban beszélek, mert ugye a távlovaglás egy csapatjáték, és ugye idén azért egy elég jó csapatunk állt fel, van már nevünk is. Na, figyelek. Endurancs lettünk. Tehát én úgy láttam a magyar bajnokságot, hogy nem volt rossz az idén. Voltak feltörekvő újoncok, régi motorosok, viszonylag... Mekkora a mezőny? Viszonylag, hát azt mondanám, hogy viszonylag úgy többen indultak, hogy összességében a 20 kilométertől a 80 kilométerig, hogy olyan 40-es létszám szokott lenni a versenyeken. Úgyhogy voltak. Amit én igazából, ahogyan figyelem itt a lovakat, lovasokat, inkább az a baj, hogy talán mint hogyha az új ló lenne kevesebb. Igen? És ez baj? Igen. Tehát azért hát ha van egy jó megbízható, most miért cseréljem rá? Nem azt mondtam, hogy lecserélje az ember, hanem
legyen fiatalabb is, mellettem legyen egy megbízható, ugye, és akkor egy kicsit úgy többet tudna az ember versenyezni. Voltak izgalmak egyébként a magyar bajnokságon? A magyar bajnokságban? Hát igen, én a felnőtt 80 kilométeres bajnokságot figyeltem. Mert? Érdeklődéssel. Hát ketten boxoltak végig folyamatosan a bajnoki címér, a Mihók Margaréta és a Visi Bertalan. Szóval az egyiknek a lova esett ki, hol a másiknak a lova esett ki, de aztán a végén a hölgy hozta el a bajnoki címet, igen, ő hozta el. Érdekes volt ezt úgy figyelemmel kísérni. És mennyire volt érdekes, mennyire figyeltél föl rá egy olyan névre, Ungvári Miklós? Öreg dzsúdos barátunk. Igen, igen, ő is indult, a Parti Ménesnek a lovait lovagolta, ő már hosszabb ideje, idén eljutott a nemzetközi szintig is. Az mit jelent, a nemzetközi szintig? Hát el tudott indulni nemzetközi 80 kilométeren. Nem vagyok teljesen 100%-ig biztos benne, hogy Solton vagy Szamorinba, de tudom biztosan, hogy sikeresen teljesített egy nemzetközi 80 kilométert, azt hiszem éppen Szamorinba. Úgyhogy ő csináltam, Parti Ménes lovaival indult, de aztán nem tudom, hogy mezőny közepén, hogy Solt után valahogyan nem indultak. Hát jöttek többet. A dzsúdós programok. Hát de ugye az egész Ménes nem indult. Hát ezt a Ungvári Miki tudná megmondani, hogy mi merre, hány méter. Mi a helyzet a Lovas Szövetség házatáján? Csak azért is kérdezem ezt, mert nem titok most már, ugye kiírták a tisztújtó Szakági Gyűlist. Hát igen, ez nagy meglepetés január 25-ére. Volt. Igen, ez nagy meglepetés volt, hogy végül is így döntöttek, hogy lemondtak. Tehát lemondott az elnök akkor? Tehát az egész. Hát lemondott az elnökség. Tehát lemondott a Béla, illetve az egész szakbizottság. Mert? Indoklás volt, vagy nem? Igen, volt indoklás. Én biztos nem mondtam volna le helyükbe. Az indoklás az volt, hogy itt évközben, hát mondjuk így, hogy elindult egy ilyen kicsit mocskolódó fúrás, faragás, alaptalan információk. Hol, itt a lovas társadalomban? Igen, itt a távlovas társadalomban. Feldobtak ilyen légből kapott összegeket, hogy ennyi pénzének kellene lenni a szövetségnek, és igen, nincs. És nincs, illetve hát igazából ez volt nekik az indokuk, és az, hogy a tagság nem állt ki teljes mellszélességbe mellettük. Hát tény is való, hogy amikor volt ez a Facebook adok-kabok, talán én voltam az egyetlen, aki nekik ment, az ellen oldalnak, de azt utána az ember úgy döntött, hogy kész, nem szabad tovább. Igen, mert ugye évek óta próbálom figyelemmel kísérni a távlagos távhajtók munkáját, és azt látom, hogy nem tud kilépni abból a gödörből, ahol már volt 5 éve, 6 éve, 10 éve. Most ez nem akarom mondani, hogy már Béla is már jó párszor lemondott. Tehát valami oknál fogva folyamatosan ott van lent, és bárhogy próbálkoznak, erőlködnek, nem tudnak kilépni. Miért nem? Mi a baj? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ha most én privát véleményemre vannak kíváncsiak, akkor egész egyszerűen olyan irigység tombol ebbe a szakákba az egyes résztvevők iránt, hogy
talán akik úgy komolyabban csinálnák, azoknak is elmegy a kedve. Uh-huh. Nem tudom, hogy jó szó ez az irítség. Tényleg nem tudom. Tehát akkor viszont akkor oda eljutunk, hogy mindenki akkor magával fog törődni, illetve a külföldi kapcsolatával fog törődni, és akkor el van felejtve igazából ugye a nagy hazai. Hát igen, ugye? Lehet minket is ezért ostorozni, hogy annak ellenére, hogy annyira sok lovunk van, illetve sok ló áll az istállónkba, ha nem is saját tulajdonú, annyira nem tudtunk részt venni a hazai bajnokságba, de ugye annyira szigorúak a fei szabályok, és ezek a kötelező pihenőidők, hogy nagyon nem is tudtam máshogyan beosztani a lovakat, tehát azért választottuk ezt az utat, hogy a fiatalokkal igenis részt veszünk a magyar bajnokságba, hiszen magyarok vagyunk, azokkal, amik már eljutottak a nagypályára, azokkal hát külföldi versenyre megyünk, ugye hát az sem mellékes, hogy ez mennyibe kerül. Mm. Tehát hiába áll nekem otthon 10 ló, nem tudok elmenni 10 lovas versenyre. A másik oldal meg, hogy igazából Szamorin itt van közel, bárki előtt nyitva van ez, és az is bárki előtt nyitva van, hogy olyan baráti kapcsolatokat ápol, és szerez, hogy a világba bárhova elmehessen. Jó, ez mindenkinek áll, tehát egyértelmű. Mi lesz most így akkor? Megvan már, hogy ki lesz az új elnök? Vannak nevek? Felröppentek-e nevek? Senki. Ha javaslatot teszek, a Béla, a magyar távlovas szakág az a Béláé. Tehát én őt mind elnök tisztelem, és úgy gondolom, hogy az elnöki feladatot... És szerinted tisztújtó szakági gyűlésen megmérettetik? Tehát bevállalja, elindul? Nem tudom, azt tőle kell megkérdezni, és nagyon remélem. A szakbizottságra viszont azt mondom, hogy egyik részét lehet meg kellene frissíteni. Tehát vannak standard tagok, akiknek olyan feladata van, hogy talán másnak nem is lehetne odaadni azokat a feladatokat, hiszen nem lennének, hát nem most lehet, hogy képesek lennének, de nagyon nehezen tudnák átvenni azokat a feladatokat. Viszont lehet, hogy igen, a szakbizottságba lehetne új tagokat felvenni, új arcokat beletenni. Igen. Lehet, hogy azok, akik ezeket a támadásokat intézték, azok is, ha bekerülnének a szakbizottságba, lehet, hogy máshogyan látnák ezt az egész munkát, hogyha ott lenne egy konszenzus, lehet, hogy az lenne a megoldás kulcsa. Egy a lényeg, hogy a januári Dubaj versenyeket ez nem befolyásolja, hogy itthon nem éppen befolyásolja. Ki az elnök, vagy kik a tagok a bizottságban. Hazai verseny az mikor fog kezdődni? Áprilisban? Hát még nincsen versenynaptárunk, de szerintem áprilisban akkor a lovakkal meg úgy is foglalkozol, mint tréner, tehát folyamatosan munkába lesznek, edzésben lesznek. Igen, tehát ugye van ez a periódikusság, de igazából igen. Tehát bármikor, hogyha azt mondják, hogy feláll az új csapat, ekkor van verseny, lovatjak, 40 kilométerre bármikor elő rántom, tehát nálunk tehát soha nincsen 100%-os teljes szünet. Jó, sajnos időnk mindjárt lejár, ez egy rövid kérdés marad már csak így hátra. Hol érzed magad jobban? Trénerként, vagy a lónyergében? És hát 2020-ban hol szeretnél inkább többször lenni? A kettő nem zárja ki egymást. Nem zárja ki, de te hol szeretnél? Hát nagyon szeretek lovagolni, és idén egy kicsit maga a versenyzésem háttérbe szorult, elég sok lovat kihúztak alólam, amivel azért én szoktam versenyezni. Nem tudom. De vannak olyan versenyek, ahol félek elindulni, az csinálja a Patricia, ott a partvonal mögül szurkolok és segítek, mint tréner.
de azért vannak olyan versenyek, amin szívesen indulok. Mint Dubaj, ahol januárban ott lesz. Hát a Dubaj is, az is inkább pedig az ember próbáló, ugye maga a Dubaj is az nem inkább fokos, az nem is annyira, inkább az a sok ló, a start, ott azért, No, de most azon most ott leszel, nyerekben? Hát ott már ott leszek nyerekben, tehát igen. Most mondom, már nincs leszállás. Hát, ja, hát addig még van két hét, igazából még akár velem is, meg a lóval is történhet bármi. De Dubajba szinte biztos ott leszünk, hiszen a barátaink várnak bennünket. Tehát másnap akkor megvesszük a kis repülőjegyünket, felülünk a repülőre és kimegyünk hozzájuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó felkészülést, és akkor hát figyelni fogjuk, hogy januárban, a sivatagban mire jutottatok. Mire jutunk, igen. Köszönöm szépen. További sportosat.